Sok szeretettel köszöntök mindenkit, az én nevem Tamás Zsolt, verőfényes napsütés, igazi forróság, tagadhatatlanul beköszöntött a nyár. Én pedig itt vagyok a Hyundai-nál, hiszen elkértem egy IONIQ 5 tesztautót azért, hogy ezzel a tisztán elektromos hajtású modellel és két utitársammal együtt elutazzunk Horvátországba, Medulinba. Ez pedig egy laza 629 kilométeres út, tele autópályás szakasszal, ezen kívül országúti rész is, illetve városi rész is lesz benne természetesen. Nyilván, mivel a WLTP szerinti hatótávja ennek a modellnek kevesebb, mint 500 km, így jól tudható, hogy egy fenékkel nem lehet megtenni ezt az utat, hanem majd megállunk tölteni közben. Éppen ezért legalább lesz időm mesélni arról, hogy bizonyos idő alatt mennyi százalékot lehet beletölteni az IONIQ 5-be. És hát nyilván ez egy kirándulásnak vagy nyaralásnak tűnhet első blikre, de nem az, hiszen sokkal nemesebb cél érdekében tesszük meg ezt a jó pár száz kilométert, ugyanis részt veszünk a Healthy Seas mozgalomnak az eseményén, ahol első kézben értesülhetünk majd arról, hogy az önkéntesek hogyan próbálják meg megsegíteni, illetve megmenteni a tenger élő világát. Ha tehát kíváncsiak vagytok arra, hogy mit tud az IONIQ 5 autópályán ebben a melegben, milyen hatótávval rendelkezik, illetve mi is az a Healthy Seas mozgalom, akkor tartsatok velünk! Ahogy ígértük, elérkezett a bejelentkezésnek az ideje, ugyanis már 171,5 km óta úton vagyunk, és két dolog tűnt fel azonnal ennyi idő alatt. Az egyik, hogy milyen csöndes az autó autópályán. Gördülési zaj az van valamennyire, de szélzaj alig, tehát tökéletesen el tudtunk beszélgetni még ilyen nagyobb tempónál is. A másik pedig pont ezzel kapcsolatos, hogy azért jól tudjuk, hogy az autópálya az bizony nem az elektromos autóknak a terepe, minél gyorsabban közlekedünk, annál kevesebb lesz a hatótáv, szóval igyekeztem én is egy olyan tempót megválasztani, ami mondjuk 110 és 120 km/h között van. Ez azért elég gyors, de mégsem redukálja annyira a megtehető hatótávot. Nyilván, amikor egy kicsit göröngyösebb útszakaszra tévedünk, akkor is tudja stabilizálni az autót a rendszer, illetve maga a futómű is, ami elől megferzon, hátul pedig ötlengő karos. Van adaptív tempomat, ami alapvetően jól működik, tehát nem lassítja túlzott mértékben az autót, nem az van, hogy az ember bebólint, de azért szépen tartja az előttünk haladót, és van még olyan képessége is, hogy ugye a sávot is tudja tartani. Ennek köszönhetően, hogy egy kicsit kanyarodik, és hát ne csináljuk egyébként otthon, de meg lehet mutatni, és meg lehet próbálni, hogy az ember elveszi a kezét a kormányról, és szépen tartja a sávot az autó, ahogy az ív kanyarodik, úgy mi is megyünk. Utána persze egy idő után már szól ránk, hogy érdemes lenne azért megfogni a kormányt és megmozgatni, tehát tényleg ezt inkább csak azért mutattam meg, hogy ilyet is tud maga az autó. És hát azért látszik, hogy 175 km az körülbelül egy olyan 40 pár százalékos töltöttségi szintbe került. A klímavezérlőn be is állítottam egy olyan nagyjából 22 fokot, hiszen azért kint meleg van, nem akartunk megsülni. Ezzel kapcsolatban pedig azt kell elmondani, hogy minden pont olyan távolságra van, ami kényelmes. Mondjuk pont a klímavezérlőnél az érintő panel az nem feltétlenül mindig hasznos, de mivel egész távol vannak egymástól a különböző érintő gombok, így ki lehet tapasztalni, hogy mi hol van, de azért a fölötte lévő fizikai gombok segítséget tudnak nyújtani, amikor mondjuk a központi rendszert irányítjuk. Szóval összességében azt lehet mondani, hogy jó utazó autó, csak hát nyilván így nem tudunk annyit elmenni, hiszen a fogyasztásunk szűk 20 kWh, és mivel ez az autó 72,8 kWh-s akkumulátorral lett ellátva, így ki lehet számolni, hogy azért egy olyan 300-350 km-t lehet megtenni, utána pedig meg kell állni tölteni, most pedig már olyan 34%-os töltöttségen áll az autó, szóval hamarosan keresni fogunk egy töltőoszlopot, de mivel nagyon gyorsan tölt, így ez egyáltalán nem gond, ráadásul már éhes gyomorral fogunk megérkezni, így ameddig az autóba csak úgy szaladnak a százalékok, addig mi majd fogyasztunk valami táplálékot. Százalékig engedtem lemerülni az akkumulátor, tovább már azért nem reszkíroztam volna, ugye egy elektromos autót nem is lehet bontatni, bár itt azért jó tudni, hogy az IONIQ 5 viszont képes rá, tehát 750, illetve 1600 kg-ot tud maga után húzni, teljesítmény, illetve akkumulátor csomagtól függően, ebben azért még mindenképpen egyedi ez az autó, nagyon kevés ilyen típus képes erre. De 18%-nál ideértünk egy nagyon kellemes környezetbe, Nagykanizsa mellé nem messze, ahol lehet a gyerekeknek állatot simogatni, van egy nagyon kedves fogadó, ahol megittuk a kávénkat, ettünk még egy pár szemet, hogy azért nyilván
teli gyomorral jobb tovább haladni, és nem leszünk éhesek, még elérünk a következő töltőpontunkig. És itt azért egy 50 kW-os töltési teljesítményi oszlopot találunk a Mobility-től. Ahhoz, hogy töltsük az autót, a Hyundai e-cardot vettük igénybe, ami egy fizikai ügyfélkulcs, ami 39 további országban használható 312 töltőhálózaton és több mint 145 ezer töltőponton. Nagyon egyszerű a történet, ideál az ember a Mobility töltőoszlophoz, leveszi a töltőkábelt, bedugja, csatlakozik, onnantól kezdve pedig a kártyát csak hozzá kell érinteni ide az érintős felülethez, és a rendszer már is tudja, hogy mit kell töltenie. Tényleg pár másodperc alatt megtörténik minden, és maga az autó azért nagyon komoly töltési teljesítményre képes, hiszen akár 220 kW-tal is lehet tölteni. Itt az 50 kW-ból az elején a töltésnek 43, 44, 45 kW-tal töltött az autó, ami elég jó, hiszen az elején kiírta, hogy nagyjából egy óra, mire 80%-ig eljutunk, és most ott tartunk, hogy 76 perc után 18-ról 91%-ra töltött az autó. Ez bőven elég arra ez az idő, hogy tényleg az ember egy kicsit regenerálódjon, egyen valamit, és utána pedig tovább menjen, akár Horvátországba, akár máshova. Nyilván AC-n keresztül is lehet tölteni az autót, három fázisról 11 kW-tal, egy fázisról pedig 7,2 kW-tal, de hogyha valaki hosszabb buccakaszra szeretne menni, akkor egyértelmű, hogy gyorsabb töltőcsatlakozót kell keresnie, és hát majd most azért meg fogunk tenni megint egy olyan nagyjából 250-300 kilométert, hiszen számolgattunk, és ez a 110-120 km/h, ez arra jó, hogy körülbelül egy olyan 320-330 kilométert ki lehet sajtolni ebből az autóból, viszont mivel a végcélunk még majdnem 400 kilométerre van, ezért még egyszer meg fogunk állni, és egyszer megállni azért nyilván teljesen rendben van. Az ember ellazítja a lábait, eszik valamit, iszik valamit, az alatt az egy óra simán eltelik, és már megy is tovább. Mondjuk a végcél előtt 100 kilométerrel még egyszer megállni, az már egy kicsit kellemetlenebb, de azért nem teljesítetlen feladat, és mivel mondtam, hogy nemes cél érdekében megyünk Horvátországba, így leküzdjük majd ezt az akadályt is. Vagyunk az első töltésen, sőt már át is keltünk a határon, ami még mindig izgalmas az én korosztályomnak. Tehát valahogy az az érzés, amikor odaér az ember a határa, az még egy kicsit ilyen felpesdít, hogy úristen, mi lesz most pedig. Hát azóta, mióta Európai Unió van, most már sokkal egyszerűbb minden, legalábbis erre felé ezen a földrészen. De legalább a töltéssel most már azért elbíbelődtünk egy órát, ez az erősebb, nagyobb akukapacitású verzió, és teljesítményből is nem mindegy, hogy egy motoros vagy két motoros verziót választunk, hiszen van 170, illetve 218 lóerős, az erősebbikből, tehát a dupla motorosból pedig 235 és 305 lóerős változatot tudunk választani. Azért ezek már elég komoly teljesítmények, és ennek megfelelően változik a nyomatéka is az autónak, 350 vagy akár 605 Nm, döbbenet egyébként, és az egyik leányzó, aki velem utazik, ő még soha nem ült elektromos autóban, meg is leptem, amikor a menetpedál lenyomásával így bele süppett az ülésbe, és úristen, csak ennyit tudott mondani, hiszen tényleg azért itt, amikor a nyomaték a kezdetektől 0 km/h-tól rendelkezésre áll, az teljesen más élmény, mint amikor nyilván el kell érni egy belső égésű erőforrásnál egy megfelelő fordulatot. Szóval igazából minden élethelyzetben elég az a teljesítmény, amit az Ioniq 5 kínál, és ugyanígy ez a helyzet a csomagtérrel is, ami 527 literes, hát nyilván hárman bőven bele tudtunk pakolni mindent, kamerákat, kis táskákat, nagyobb hátizsákokat, bőröndöket, és ha még le is tudtuk volna dönteni a hátsó üléstámlákat, akkor igazából tényleg mindent magunkkal tudtunk volna vinni, akár nem csak három napra, hanem két hétre is. Most pedig igyekszünk a következő töltőpontunkhoz, hiszen nagyjából 250 km a hatótávunk, de még 308 km van hátra, tehát még mielőtt a vacsorához elérnénk, tölteni fogunk, közben pedig mesélek majd arról, hogy mi is ez a Healthy Seas mozgalom, amin a holnapi napon részt veszünk. Ide értünk a második töltőpontunkhoz, és így legalább teljes képet kaptunk arról, hogy autópályán mennyit fogyaszt a Hyundai Ioniq 5. Nagyjából egyébként ilyen 105-110 km/h átlaggal jutottunk el idáig, hiszen voltak korlátozások. Ennek köszönhetően volt, amikor csak 60-nal tudtunk menni, de volt, amikor 120-al is. Ez idő alatt pedig így a hegyes dombos vidéken 19,8 kWh fogyasztással értünk ide, ami egy nagyon jó eredmény, ami köszönhető többek között annak is, hogy 0,28-os légelen
ellenállási együtthatóval rendelkezik az autó. És egy jó tanács, hogy semmiképpen se várjuk meg az utolsó százalékokat, tehát ne 1-2-3 százalékos töltöttséggel érjünk oda a töltőoszlophoz, mert mi is úgy jártunk, hogy az egyik horvát szolgáltatónál foglaltat jelzett az adott töltőoszlop, így nem tudtunk tölteni. Szerencsére viszont 18 kilométeren belül már volt egy másik töltőoszlop, ami működött, így tudjuk tölteni 50 kW-tal az autót, de nyilván ezek olyan dolgok, amikre tényleg érdemes felkészülni, hogyha valaki elektromos autóval nagyobb távokat szeretne utazni. Szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás, valószínűleg ezekkel a fogalmakkal azért mindenki tisztában van, viszont ezek mögött nem csak az rejtőzik, hogy a műanyag palackokat kidobjuk a sárga jelzési kukákba, vagy éppen tényleg visszavisszük az üvegeket a gyűjtőhelyre, hanem sokkal mélyebben érdemes foglalkozni ezekkel, szó szerint ugyanis a Healthy Seas mozgalomnak a keretében 2013 óta több mint 250 önkéntes búvár 770 tonnányi különböző hálót és szemetet halászott ki a tengerből, amelyek egyébként megnehezítik a különböző tengeri élővilágnak az életét, és csak gondoljunk bele, Adriai-tenger, Északi-tenger, Balti-tenger, Csendes-óceán, Új-Zéland felül része, ezeken a területeken halásszák ki ezeket a szemeteket, és az egész bolygón nagyjából több mint 640 ezer tonnányi ilyen háló és szemét található az óceánok, illetve a tengereknek a fenekén, tehát rengeteg munka van még hátra. A Hyundai pedig 2021 óta lelkesen támogatja a Healthy Seas mozgalmat, ráadásul az együttműködést 2023 elejéig meg is hosszabbították. És erről fog szólni a holnapi napunk, tehát a következő epizódunk, hogy mélyebb betekintést nyerünk ezeknek az önkénteseknek, illetve a Healthy Seas mozgalomnak a munkájába, hiszen tényleg nagyon érdekes és nagyon jó egy olyan jövőképet építeni, amikor az utódjaink majd tényleg egy tiszta tengerben tudnak fürdeni. De hát ránk még vár addig egy 100 kilométeres út, hiszen akkor fogjuk elérni az úti célunkat, szóval inkább ennek neki is látunk, befejezzük a második töltést, és még jelentkezünk azért vacsora után egy utolsóval, hogy azért jó éjszakát kívánjunk mindenkinek. Megérkeztünk a szállásra, a szállodába, szóval most már csak egy kis vacsora, illetve beszélgetés vár ránk, de nagyon izgatottak vagyunk, és speciálisan én is, hiszen bár ma már nem sokat láttunk a tengerből, holnap annál többet fogunk, hiszen lesz hajókázás, interjú a búvárokkal, és izgalmas előadásokon is részt fogunk venni, szóval mindenképpen tartsatok velünk, hiszen arról a napról is be fogunk számolni nektek. Jó éjszakát, találkozunk a következő videóban, sziasztok!